Ezúttal nem gépkocsikkal, hanem rengeteg programmal telt meg a szombathelyi nagyvállalat parkolója. Sok szeretettel köszöntöm munkavállalóinkat, megjelent családtagjaikat, valamint vendégeinket. A megye legnagyobb foglalkoztatójának családi napján részt vett Hende Csaba országgyűlési képviselő, valamint Kocka Tibor szombathelyi alpolgármestere is. A cég munkatársainak átlag életkora mindössze 35 év, ezért számos gyermekprogrammal kedveskedtek a családoknak. Cica vagy! Arcfestés, kézműves foglalkozások, ugrálóvár. Ezeken a hagyományosan népszerű programokon kívül a gyerekek kipróbálhatták például a mókás kerékpárokat, szivárványt festhettek az égre tűzoltó fecskendővel, bábszínházi és színházi előadások szórakoztatták a nagy érdeműt, emellett nagy sikere volt a gyárlátogatásnak. A gyerekeket beviszem egy kicsit körülnézni, megnézik apa, hol dolgozik. A párom itt dolgozik, és mert családi nap van, ezért elhívott magával, de jártam már itt korábban, még annó nagyon régen, amikor diákmunkám voltam itt. Az érdeklődők betekinthettek a termelésbe, megismerhették a gyár termékeit. A családok pedig számos értékes nyereményekkel járó kvízjátékokon vehettek részt. Itt az volt a cél, hogy mutassuk meg magunkat. 2013-ban volt az utolsó családi nap. Nagyon sok minden történt azóta velünk, nagyon sokat változott a vállalatunk, növekedtünk, nagyon sok új kollégánk van, és szerettünk volna lehetőséget biztosítani arra, hogy megnézzék a gyárunkat, meg tudják mutatni a férjnek, feleségnek, gyerekeknek, nagyszülőknek, hogy hol is dolgoznak, mit csinálnak. A nagyvállalat a családi napját az Experidence Tánctársulat Nostradamus Világok Vándora című nagyszabású előadása zárta.